Matthew Perry mellett még leggyakrabban Hugh jackman -t szinkronizálta. Igen, igen. Őt milyen színésznek tartja, mennyire szereti őt és a filmjeit? Nekem egy különleges élmény volt így először látni. <kül> De hát megkedveltem az embert, nagyon, nagyon jó színész, szóval szeretem a filmjeit. Mint hallom, nemrég Budapesten is járt egyébként, és nem találkoztunk. Na mindegy, nem baj. És Matthew perry esetleg tudod találkozni? Nem nem nem, 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 de az én életemben valahogy mindig ez másként zajlott. Tehát én soha nem azokkal a színészekkel találkoztam, akik, akiket szinkronizáltam, hanem hanem vannak olyan külföldi jó, jó, nevű művészek, akikkel együtt dolgozhattam is odakint a helyszínen. Az, az más volt azért. A Hugh Jackman által játszott farkast Igen. később egy animációs sorozatban is megszólalt. Úgy van, ott is, ott is, ott is én kaptam azt a részt. És ott már ugye Rozsomák volt a neve. Persze, tehát, itt, tehát mindenről húzzunk le annyi bőrt, ahány rajta, ez arról szól ez a történet szerintem. Tehát ön szerint az X-Men filmek is, ahogy egyre több jött ki, egyre inkább ellaposodott? Ja nem, azt nem mondanám. Más és más. Tehát van, van, nem tudom, nem tudom, mert ezek már ilyen, ilyen valami négy, öt, hat éves történet, ezekre azért már úgy annyira nem, de nem emlékszem, amikor a lányjal volt, és szelíd volt és kedves volt. Szóval az nekem mindig jobban tetszett, mint amikor ez a, a, a nagy küzdősportos valaki el, előjön. Már hozzáteszem, tehát magam is küzdősportolok, de, de azért nem biztos, hogy beállnék egy filmbe egy küzdősportolni. Tehát... Pont tegnap láttam a tévében az éjszaka a múzeumban, nem tudom hányadik részét, ahol volt Hugh Jackman, egy ilyen cameo szerepben. Igen. És nekem attól működött a poén, hogy az ön hangján szólalt meg. Uh -huh. Pedig, és sajnálatos módon a legtöbb filmjében mindig más színész szokta megszólaltatni, és nem ön. Hát, erre mondtam az előbb, hogy mindenkinek joga van rossz szinkron csinálni. De ezzel én most nem magamat akarom fölmagasztalni, hanem hát, mora vannak a szinkronrendezők, ők szerepet osztanak és akire kiosztják a szerepet, az megcsinálja. Aztán hát van egy ilyen, hogy a, a hallgatók, azok pedig, vagy a nézők, azok meg szeretik, hogyha egy színész ugyanazon a hangon szólal meg. De hát voltam én Jean-Claude Van damme kezdve, minden voltam én már. Aztán most nem tudom éppen kinél tartunk, de láttam én olyanokat, amikor <kül> Nyolc színés szinkronizáltam már ugyanazt az egyet, de hát úgy leszek, nem érdekes. Hát én azért erre azért hangsúlyt fektetnék, nagyobb hangsúlyt fektetnék. És szinkronizálta még Szombint is a kurában igen, igen, igen. A igen, könyvet igen. előtte olvasta? Nem, nem. És mennyire fogta meg ez a fantasy világ? Ez a gyerek, gyerekkori... Ö, ö, Nosztalgia, hogy hát szeretjük a meséket. És persze, hogy szeretjük a meséket. És én is szeretem a meséket. Úgyhogy, úgyhogy engem végül is megfogott. Hát mondjuk az akkor eléggé meglepett, mert az, 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 az ott a Csörögi Pista rendezte a, 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 azt a filmet, <coughs> miként az X-Ment is. Mi nem láttunk a filmből, volt éppen itt egy kamera, és a, 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 volt, volt a, volt a felső harmadára is volt egy szöveg írva, le volt takarva, a, az alsó harmada is le volt akarva, középső harmadon 10 másodpercenként felvillant egy kép, és lehetett látni egy szájat, egyébként az ember szájra, tehát szövegre szinkronizált. Na most elég meglepő volt, amikor hirtelen egy nagy ö, 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 ilyen ö, Western City de megnéztem egy ilyen ö, moziból megnéztem a <híthat> hogy előttem van a ketté tört kard, és ilyen ezer darabba volt. Ez kicsit meglepett engem. De hát nem láthattuk, hogy mi van a képen. Hogyan kezdett el szinkronizálni? Mi volt az első jelentős szerepe? Ez egy három részes sorozat volt, a címét meg nem tudom mondani már. De jól emlékszem, még főiskolás voltam, és a Zákányi, Zákányi Balázs bízta rám az eddig főszerepet abból. És hát aztán utána úgy szépen lassan így beindult ez a e, szinkronizálási hadművelet a részemről, és utána pedig, e, akkor nem voltam itthon, aztán utána vidéken voltam, aztán megint nem voltam itthon, aztán akkor megint hazajöttem, akkor itthon kezdtem el megint dolgozni, e, és e, voltak éppen azóta. E, folyamatosan csinálom.